Vendégem Horváth Pityesz és Nagy Lajos Lui, sziasztok! Sziasztok! Hello! Hogy néztem ezt a klippet, én azt éreztem, hogy kicsit ilyen gyerekkori álmaimat valósítjátok meg, amikor lehet igazán rossznak lenni, és milyen jó, hogy ti ezt felnőttként csináltátok. Milyen volt a forgatás? Meséljetek egy kicsit. Hogy jött egyáltalán ez az ötlet, hogy ennyire rosszak lesztek ebben a klipben? No. Először is bocsánat. Köszönjük szépen a meghívást, és üdvözlünk mindenkit. Alapvetően a dalnak a szövege adta azt, hogy mi legyen a tematikája a videóklipnek, és ahogy kialakult az egész folyamat, hogy hogyan jutottunk el Lébényben, hogyan forgatunk Lébényben, hogyan találtuk meg a Kozári családnak közel egy évszázados utazó vidám parkját. Az egész olyan frenetikusan alakult így napról napra, hogy amikor már odaérkeztünk, úgyhogy egy kicsit azért aggódtunk, hogy mi lesz ott, hiszen mint a videóklipben látható, azért négy betegénkben lévő ember, közte ugye rajtam egy korona, ott szaladgál a gyermekek között, iszonyatosan pozitív csalódás volt, és zseniálisan éreztük magunkat, tehát nagyon-nagyon-nagyon jól összeállt minden. Nagyon-nagyon jól összeállt. Ahogy néztem, én azt éreztem, hogy nagyon felszabadultak voltatok. Hogy tudtátok azt megcsinálni, hogy egy-egy jelenetet ne nevessetek el? Mire kellett gondolni közben, vagy igényelt ez a klip egy nagyobb felkészülést így mentálisan? Hát az volt az érdekes, hogy ugye viszonylag friss formáció vagyunk, és talán nem mondhatjuk azt, hogy mindenki mindenkit ezer éve ismer a zenekarban, és ezért igazából nem tudtuk, hogy az egész hogy fog elsülni. Itt egy fix napunk volt a forgatása, és elég sok improvizáció volt benne. Én azt gondolom, hogy jó, persze volt lehetőségünk egy-két jelenetet kétszer-háromszor felvenni, de alapjában véve meg tényleg abszolút szerintem így abszolút felülmúlta így az elvárásainkat, akár így egymással szemben is, és mindenki, pláne a dobosunk Tomi, ő abszolút, tehát hogy ő teljesen így kizökkentetetlenül benne maradt a szerepében, akkor is, amikor nem forgattunk, tehát zseniális volt, ő elvitte az egész sót egész nap, úgyhogy... Igen, nagyon jól éreztük. Ezt nagyjából úgy képzeld el, hogy vannak bizonyos cégeknél ilyen brainstormingok, meg hétvégék, meg stb., hogy elmennek, hogy jó van, akkor közösségépítő lesz, hogy mennyire jó lesz az egész. Ez nálunk mondjuk úgy, hogy egy olyan 3%-ban indult, hogy igen, le kell mennünk klipet forgatni, összeraktuk, hogy hogyan kell, és akkor így megyünk busszal, megvan a ruha, megvan minden, stb. És onnantól kezdve, hogy megérkeztünk, az egész átváltozott azzal, amit te is mondtál, hogy egy kicsit ilyen gyerekes, egy kicsit ilyen családias, egy olyan családi vasárnapi napot töltöttünk együtt, hogy amikor ilyen fél kilenckor mentünk hazafel. Én úgy gondolom, hogy mi Sonic Bell Punch zenekarként úgy, ahogy vagyunk, és akkor említsük meg, ugye, hogy Louis az, aki a zenekart így alapította, és ő keresett meg engem, és mi már hónapok óta dolgozunk, úgyhogy már 4-5 dallal már készen vagyunk, és csatlakozott hozzánk Rozgonyi Tamás Márk az MVS zenekarból, illetve aki a videoklipet csinálta, Virág Zoltán Aless, a Necropsziának volt basszusgitárosa. Így mi először voltunk, hogy négyen a 2-3 próbán kívül, hogy mi elmentünk valahova. És az egész tényleg olyan lett, hogy elmentünk kirándulni, és egy olyan zseniális vasárnapot töltöttünk együtt, ott a mindenfajta segítséggel, hogy nem, tényleg én azért mosolyogtam, mert a Tomiból én nem néztem ki, hogy ilyen mém fejei lesznek, és ezt csak gyorsan megjegyzem, hogy hát mörcsölni fogunk, tehát ezt ki fogjuk használni, hogy mindenkiről lesz majd egy póló ilyen limitált példányokban, mert egyszerűen olyan fotók készültek, hogy én ezt szeretném, hogyha mondjuk esetlegesen mondjuk rajtad lenne egy Pityesz póló, rajtam pedig egy legközelebb jöhetnétek hozzánk akkor. Igen, csak nem akartuk volna, az annyira direkt lett volna, inkább majd legközelebb majd belefér. Igen, de pólóval nem jönnénk ide, az olyan direkt lenne. Többször már ti is hangsúlyoztátok, hogy viszonylag fiatal formáció vagytok, és azért még annyira jól nem ismertek mindenkit. Amikor dalszöveget írtok, akkor mi az a témakör, ami a legjobban foglalkoztat titeket? Egy ilyen friss formációnál hogy lehet azt eltalálni, hogy lehet azt megbeszélni a többiekkel, hogy az mindenkinek egyszerre tetszem? Dalszövegírásban szerintem, hát ez egy érdekes témakör, mert egyikünk sem egy ilyen, hogy is mondjam, viszonylag rutinos, vagy nagy költő, vagy valami. Igazából ez a dolog, ez így rám, illetve Pityeszre maradt, tehát mi ezt közösen rakosgatjuk össze. Ugye itt angol nyelven íródnak a dolgok,
általában tehát jön egy téma, amit azt gondolom, hogy érdemes megragadni, vagy arról írni, és akkor igazából ezt így igyekszünk úgy alakítani, hogy Pityesz ezzel mindenképpen tudjon azonosulni, tehát ha olyan téma van, ami abszolút nem az ő világa, akkor azt elengedjük. Tehát, és eddig azt gondolom, hogy az eddigi dalok, amik elkészültek, és remélhetőleg hamarosan majd megjelennek, azokkal ezt mind sikerült elérnünk, úgyhogy ez nagy rész így a kettőnek a közös munkája, meg nekünk kell megtalálni ebben a közös nevezőt, és azt gondolom, hogy eddig ez sikerült. De azt azért tegyük hozzá, hogy a zenekar működésében nagyon-nagyon fontos az, hogy van egy adott dal, és ugye most kijött a Sonic Verpunk zenekarnak a Wonderland klipje, ugye, ami debütáló, és én úgy gondolom, hogy mind zeneileg, mind vizuálisan, tehát audio-vizuálisan abszolút egyben van az egész. Mi nem ilyen zenekar vagyunk. Tehát az a dal, amíg a következő lesz mondjuk október környékén, a Storm című dal például, mondjuk el, mert akkor legalább tudjuk, hogy ezt fogjuk hogy csinálni. Ez lesz a jövőben, azért igen. Sokkal, de sokkal mélyebb lesz, mint ahogy az összes többi dal is teljesen más hangulatú, és akkor visszatérnék az előző a mondatomnak a kezdetére, hogy ez a dal önmagában, ahogy megszólalt, már vidám flasheket hozott. Tehát az első mondata neki az volt, hogy elképzellek, ahogy egy cilinderben egy kis bottal mész egy vidám partnál, és így mész, és mondogatod mindenkinek, hogy ez van. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy milyen lenyomatot hagytok. Akkor, és innentől kezdve teljesen egy más utat mutatott az egész, és így alakult meg a szöveg is, és ehhez a szöveghez ugye jött a tematikája az egész videoklipnek. Mi ezt a klipet nagyon szeretjük, és azt is, hogy ennyire vidám, de akkor a következővel is várunk benneteket vissza, és az a póló az legyen meg, jó, mert az nagyon jó lenne, ha legközelebb úgy jönnétek hozzánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Bocsánat, átadhatok neki egy névnapi ajándékot? Hoztam neked egy névnapi ajándékot. Köszönjük, hogy itt voltatok.